Ez a felvétel egy néhány évvel ezelőtti nagydobosi tökfesztiválon készült. Az elmúlt két évben a járvány miatt nem tudták megrendezni az eseményt. Abban bíznak, hogy jövőre újra vendégül láthatják, akár két napra is az ízletes zöldség szerelmeseit. A valódi nagydobosi sütőtök titka a különleges természeti adottságokban rejlik, mondta 35 perc című műsorunkban a település polgármestere Kovács Gábor. Nagydobos ugye a Szatmár és a Bereg történelmi határán helyezkedik el. Nem véletlen az, hogy egy időben Bereg vármegyéhez tartozott, utána Szatmár vármegyéhez, ugye elcserélte a két vármegye, Tarpát és Nagydobos cserélte el egymással. És ami Nagydobost különlegessé teszi, az pontosan ez, hogy a település egyik része még a szatmári, homokdombos, homokos rész, a másik része pedig már a fekete, beregi földet tartalmaz, és a sütőtöknek ez a sárga, homokos terület tesz jót. Ugyanis, hogyha ha a fekete földre vetjük, nem tud úgy szellőzni alatta, és nagyon hamar rothadásnak indul, megromlik. És ezek a területek viszont ugye azért nem egy aranykoronában gazdag területek, igazából más nem nagyon tud jó termés átlagot hozni rajta. A sütőtök viszont kifejezetten kedveli. A polgármester hozzátette, sajnos sokszor nem megfelelő minőségű tök kerül a boltok polcaira nagydobosi elnevezéssel. Ezért most azt tervezik, hogy eredetvédelmet kérnek a valódi, igazi nagydobosi sütőtökre. Azon dolgozunk, hogy megpróbáljuk valamivel megkülönböztetni a nagydoboson termelt sütőtököt az összes többi úgymond nagydobosi sütőtöktől, Tehát, hogy kapjon egy olyan minőségbiztosítási védjegyet, amiből, hogyha én laikusként is bemegyek bárhova, akár piacra, akkor tudom azt, hogy igen, ez Nagydoboson helyben termett sütőtök. Aztán, hogy ezt... Így drágább is lesz? Szerintem? Szerintem nem. Viszont a minősége biztos, hogy garantált lesz. Hogy igazán ízletes és édes sütőtököt fogunk venni, nem pedig olyan nagydobosi sütőtököt, ami valójában takarmánytök. Egyre többen foglalkoznak ezzel a településen, 50 hektáron vetettek tököt idén, és közepes, jó termést tudtak betakarítani.